Sziasztok, ez itt az esélylesők, én Bíró Dánidők, de üttő mellettem Haraszti Ádám és Szabó Pít is. Csáó, sziasztok! Hello! A mai napot is a Premier League-gel kezdjük, és egy óriási manchesteri derbi, a Manchester City-Manchester United összecsapás. Az utolsó pillanat, amikor meg lehet állítani a Citynek a bajnoki címét? Nem, annak már vége. Azt már engedtük? Az már de miért? De mondjuk egy komoly United győzelem, ahol a játék is olyan, ne nézzél így, Pete, már ne. Ennyire sansztalan itt bárki más? Láttad ezt a City-t? Láttam, de... Láttad a Manchester United-t játszani? Még hogyha meg is nyerik ezt a meccset, tehát ezt nem. Ezt nem fogja senki ledolgozni. De attól még lehet egy jó meccs. Tehát... Jó, tehát a két csapat ellentétes játék felfogása miatt egyébként jó meccsre érdemes számítani, hogy pont, hogy kioltják egymást, és egy borzasztó unalmas, egy ilyen vacak mérkőzés. Mármint, mint a Manchester United összes meccs a top 6-ben. Általában 0-0 környéki szokott lenni mindegy. Igen, ebben a Cityben szerintem megvan az, hogy 10 perc után vezessen mondjuk 2-0-ra, és akkor onnan kezdve ez lehet jó meccs. Hát mondjuk ebben szerintem ott van az, hogy amit a Wolverhampton ellen játszottak most hétközben, megszerezték gyorsan a vezetést, hát onnantól kezdve az a meccs egészen addig, amíg a Wolves a semmiből egy szabadrúgásból ki nem egyenlített, hát ez olyan volt, mint egy ilyen nagyon hosszú edzés videó. Tehát a Cityben sem nagyon volt meg a szándék, hogy menjenek előre, ők tartogatták a labdát, amíg nincs az ellenfél, addig mi nem tudunk gólt kapni, aztán azért ez persze összejött. Amint viszont kaptak egy gólt, akkor így felpörögtek és rúgtak még hármat. Tehát Cityben ez benne van, ők eldugják a labdát, hogyha nem jön az ellenfél, akkor ők örülnek neki, de ha megjön az ellenfél, akkor meg kijátsszák őket könnyedén. Ez volt itt a Wolves meccsen is a lényeg, úgyhogy itt a Unitednek én alapból most nem adnék sok sanszot, bár azért ezeken a rangadókon az megfigyelhető, hogy labda nélkül azért egészen jól Manchester United, tehát itt a Chelsea-nél 0-0-nál is a pressing sémát, azt nagyon szépen kidolgozta a Solskjaer, az nagyon jól működött. Itt a Manchester City-en ez nem tudom mennyire lesz elég. Én az jutott eszembe, hogy akkor inkább arra kellene szurkolni, hogy a United találjon valahogyan egy gólt a meccs elején, és akkor lehet jó meccs. Csak mindenből az következik, hogy mivel arra keresünk forgatókönyveket, hogy ez hogyan lehetne jó meccs, hogy nem az a valószínű, hogy az lesz. Igen, én is ettől tartok. Egyébként ez a kontrafloci mennyire tud ülni a City ellen? Korábban ugye ez volt a gyengéje, erre a szezonra nagyon sokat változott a Citynek a védekezése. Most már milyen foci tud ülni egyáltalán Manchester City ellen? Ugye már nyertek 21 meccset zsinórban, na ha valami miatt, akkor ezért izgalmas lehet ez a meccs, hogy a City meg tudja dönteni az összeurópai rekordot, az ugye 27 meccs, azt a Velszi New Saints tartja egyébként egész Európában. A topligás rekord az közelebb van, azt 23 meccsen a Bayern München tartja, a Guardiola féle Bayern München egyébként, az simán meg lehet, de hát itt ez a kérdés, hogy a City ezt a csúcsot meg tudja dönteni, nem az, hogy megnyerik-e a bajnokságot. Van itt egy érdekes személyi kérdés, Aguero személye, aki beállt már a Gladbach ellen, és egyébként kezdett a West Ham elleni meccsen, oké, hogy csak 60 percet játszott, de hogy látunk arra esélyt, hogy mégiscsak vissza tudja magát verekedni ebbe a csapatba? Hát vagy használni fogja Guardiolában, biztos vagyok, tehát annál ő sokkal jobb játékos, mint hogy innen kezdve, hogyha egészséges egyáltalán ne játszon. Az, hogy milyen fontos szerepe lesz meg, mondjuk, hogy az igazán fontos mérkőzésekkel, láss mondjuk majd BL kieséses szakaszban itt a következő párharcok, hogy ott milyen szerepet fog kapni, az az igazán izgalmas kérdés szerintem vele kapcsolatban. Szerintem ő rotációs opció lesz, pont ezeken a fontos meccseken nem fog játszani, de azt még látjuk, hogy Guardiola gyakorlatilag minden meccsen most már 5-6-ot változtat a csapatán. Ezt ugye két dolog miatt teheti meg, az, hogy vannak olyan játékosok a kispadon, akiket, hogyha berak bárki helyére, nem érzed, hogy gyengébb lett ezzel a Manchester City. A másik meg az, hogy gyakorlatilag annyira összeért ez a csapat, hogy bárki eljátszik bármilyen pozícióban, bárkinek a helyi minőségromlás nélkül. Ezért is ennyire erős a Manchester City. Aguero-nak meg szerintem meghatározó szerepe már ebben a csapatban nem nagyon lesz. Ez egyébként annak köszönhető, hogy eljárt fölötte az idő, vagy egyszerűen annyira sok jó játékosa van a Citynek, hogy belefér, hogy egy ilyen játékos a padon üljön, vagy akár a lehetőség. Valahol is, azért Aguero-ban lehet még egy-két jó szezon simán, az nem kérdés. A Manchester City-ben az már valószínű, hogy nem. Vagy akkor, hogyha esetleg, tehát neki nem lesz már jövő, azt tudjuk a Manchester City-ben, akkor lehetne egy ilyen szintű csapatban, csak na most a City mondjuk annyira emelkedik egyébként most per pillanat mindenki felé, hogyha így gondolod Európában, hogy nem tudsz olyat mondani, ahol talán még hasonló helyzet állna fel. Most nem fog cserének elmenni szerintem a Bayern Münchenbe sem, vagy ilyen, vagy valami extrém példát mondjak. Az, hogy egyel lejjebb lévő szintű csapatnál lehet még simán kezdő csatár szerintem. Mondjuk a Barcelonában. Na, ja, abszolút. Hol kell aláírni? Egyébként figyelj! Hol kell aláírni? Nem hülyeség. Abszolút. Én adnám, főleg a rejtvételjét. Na mindegy. Szóval térjünk egy másik játékosra a City kapcsán, ugye Mendy, aki a balhátvéd posztra teljesen kikerült. Zinchenko az első számú balhátvéd, de mikor nem is ő játszik, akkor általában a Cancelo szokott azon az oldalon játszani, és Walker játszik jobb hátvédet.
Tehát, hogy miért engedte el ennyire Guardiola Mendit, vagy mi a baj Mendivel, amennyire ennyire kikerült itt a csapat környékéről? Szintén infantilis hülye gyerek. Meg a mindig sérült volt, tehát mert nagyon sokat veszített abból, amilyen játékos volt akkor, amikor leigazolta a Manchester City. Nem is azt, tehát nem tudsz vele folyamatosan számolni igazából, mert tényleg olyan gyakorisággal esik ki, aztán hosszabb, rövidebb időkre, hogy az alapjaiban borít fel mindenféle hosszú távú tervet szerintem. Beszéljünk a másik csapatról is, ahol szintén ilyen váratlan kezdők vannak. Daniel James az, aki hát így beragadt gyakorlatilag a kezdőben a United szempontjából. Ez egy kényszer megoldás, mert nincs más egyszerűen, vagy jó döntésnek tűnik, mert jól játszik szerintetek? Hát ez a jobb szélső poszt az egész szezonban gyakorlatilag egy ilyen hát kényszer megoldások váltakoznak. Ugye Rashford játszott ott viszonylag sokat, de neki azért inkább a bal oldalt fekszik, ott tud befelé törni és a kaput megcélozni. Greenwood sem jobb szélsőről, pont a múlt héten beszélgettünk a Chelsea-n, ugye már végre középcsatát játszott, és James volt a jobb szélső. Tehát ez a srác egyébként nem Manchester United kezdő szintű játékos, de egy jó melós, tudja tartani a szélességet, viszonylag gyors, a kontráknál lehet benne bízni, meg védekezésben, hogyha rábízol valami feladat, azt meg fogja oldani. Pont ez volt ugye a Chelsea-nél is, hogy neki folyamatosan befelé kellett jönni az egyik középpályásra, majd ugye Rüdigert csapdázták általában a bal oldalon, a Chelsea-nek a bal oldalon, és azt James ragyogóan megoldotta, pontosan tudta, mikor kell rá kiváltani, agresszívan támadott le, mindent végrehajtott szerintem labda nélkül, amit Solskjaer rábízott. Nyilván az ilyen feladatokra alkalmas, de hát hosszú távon nyilván nem ő lesz a kezdő matéria ebben a Unitedben, hanem egy olyan játékos, aki még nem futballozik ott, vagy Amad Diallo, aki meg még nem játszik. Visszatérve rá, Jisung Park Light. Azért Park egy kicsit komplexebb játékos volt, de... Van egy gonosz statisztikám egyébként itt ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy Ederson ugye a City kapusa, magasabb X számmutatóval rendelkezik, mint Daniel James. De ez egyébként egy kicsit a Guardiolai evolúciónak inkább a komoly jelzés. Most oké, Jameson is viccelődhetünk ezzel kapcsolatban, de az, hogy eljutott Guardiola odáig, hogy nem engedte meg, hogy a kapusa 3 méternél messzebbre passzolja a labdát, hogy Ederson gólpasszokat osztott, mert hogy ez bármikor benne van most már tényleg a Citynek a játékában, az azt is mutatja, hogy oké, hogy Guardiolának vannak néha egészen hülye dolgai, amihez nagyon ragaszkodik, de ő is be tudja látni azt, hogy akár még ő is tud hová fejlődni, vagy neki is érdemes még változtatni, sőt, hát ő aztán szeret is változtatni a játékán, nyilván akár meccsről meccsre is, de hogy ennyire meghatározottnak gondolt alapelvein is volt hajlandó változtatni, az pontosan azt mutatja meg, hogy mitől akkora edző. Jó, ez nagyot futott Twitteren ez a statisztika, és ugye ebből látszik, hogy ezeket lehet úgy csűrni, csavarni, hogy érdekességek jönnek ki belőle. Ederzonnak ez az X számutató, az egyetlen egy kulcspasszból jött ki, ugye amit Gündogánnak adott gólpasszt a Tottenham ellen, azért Jamesnek több kialakított helyzete van, azok alacsony minőségűek egyébként, de közben meg van 3 gólja, és szerintem ez ilyen megalázó, hogy így ezt őket összehasonlították ebben, meg semmire nem lehet. Ez hülyeség az egész, tehát ezt nem szóltam olyan lenni. Csak ebben pont ez a lényeg, hogy igen, az is benne van most, mert nem kell feltétlenül Edersonnak. Rossz indulatú vagy, Dávid, az a lényeg. Abszolút, persze, és mindig a Manchesterrel szemben. Ez pontosan így van. Igen. Jó, említetted már a Greenwood szerepét a Chelsea-n, hogy ő kezdett 9-es poszton. Ekkora a baj Martiallal? Hogy Cavani még nem sikerült visszatérni erre a mérkőzésre? Hogy Greenwoodot kell kezdetni már szóval ennyire rossz? De ez annyira nagy baj, hogy a jövő egyik legnagyobb csatár reménységét már legalábbis, ahogy ő el van adva, őt játszhatják egy olyan Martial helyett, aki ezzel nagyon látványosan formán kívül ebben a szezonban, és már nem csak ne kerüljön ez a kérdés, ekkor abban, igen, ezt akartad mondani. Egyébként meg több nap, mint kolbász, tehát ez is benne van. Egyszerűen még annyi meccset kell játszani a Unitednek, most itt az ugye elég egyértelmű lett a továbbítás az Európa Ligában is, kell még itt azért visszafogottan gondolkodni sok mindenben. A sok meccset idehozva, és Fernandes játékát, aki nyilván a kulcspontja ennek a Manchester Unitednek, kvázi, hogyha Fernandes jól játszik, akkor jó a Manchester, ha rosszul, akkor rossz a Manchester, hogy nem igazán kap pihentet. Hát, néha akkor se jó, amikor Fernandes játszik. De amikor jól játszik, úgy érted, akkor se? Néha akkor is rossz, de Fernandes jó. De Fernandes jó. Szóval eddig az egész bajnoki sorozat során, ugye 26 meccsből 25-ön pályára lépett, és a BL-ben is mindössze egy meccset hagyott ki, eddig az Európa-liga mind a két meccsen pályára lépett. Pihentetni kéne ezt a játékos, de az látszik, hogy nincs kivel helyettesíteni. Ez lesz egy nagyon izgalmas kérdése, hogy a következő heteknek az még kérdéles, bár most már azért olyan nagyon sok nincsen hátra ebből a szezonból, szóval szépen lassan azért el kell érkezni nála is, meg valószínűleg ennek a töréspontnak, hogy annak a pillanatnak, amikor kiderül, hogy ezt meddig lehet húzni vele kapcsolatban, aztán az lesz a legcsúnyabb, hogy a szegény mondjuk pont az EB-re durran majd ki, és akkor majd a válogatottban. Csak ő ugye a Real Sociedad elleni második meccsen is kezdett, miután ugye 4-0-ra nyerték az első meccset, én ezeket én nem ott feltétlenül tudom, mire vélni. Az egész kettő csapat furcsa volt egyébként ebből a szempontból, tehát hogy ennyire betolni egy 4-0-as idegenbeli győzelem után, vagy nem tudom, lehet, hogy edzés helyett gondolta ezt. Rip Donny van de Beek. Folytassuk a West Ham Leeds találkozóval, és most már vagyunk ott a szezon során, hogy a West Hamnek az elől szereplése azt
kár lenne egy legyintésre intézni, hogy átadok szerencsések, hanem az West Ham igenis nagyon-nagyon jól szerepel, és látszott akár mondjuk a hétvégi City elleni találkozón, hogy mennyire jól nézett ki ez a West Ham United. Moise Magic. Egyébként ő mindig is, főleg amikor az Everton edző volt, ugye nagyon jókat meccselt a Cityvel, úgyhogy... Nem vártuk ezt. Tehát nem vártuk ezt ettől. Ádám, te emlékszel, hogy hogy röhögtünk, mikor Pellegrini helyett? Abszolút. Sőt, figyelj, de tehát David Moyes ezt tudja valószínűleg. Én ezt imádtam, azt a sajtótájékoztatót, amikor meccseket nyerek, ezzel szoktam tenni. Tehát nem tudom, belelapozott a Mourinho-i baromságkönyvbe, és akkor valamit feldobott az újságíróknak ebből, de közben amit megmutat a West Ham, az tényleg az, amit Moyes tud, meg amit tényleg elő tud adni. Nem, ez egy Moyes csapat. Egy kicsit ilyen egydimenziós, de egy jó kontracsapat, és amit csinálnak, azt jól csinálják. Nagyon mélyen védekeznek, egy gyakorlatilag az egész Premier League-ben a Newcastle mögött nekik a legalacsonyabb a PPDA számuk, tehát egyáltalán nem pressingelnek magasan, viszont ha megszerzik a labdát, akkor nagyon gyorsan tudnak átmenni védekezésből támadásba. Van egy jó középpályás soruk, ott van egy Antonio, aki be tudja futni a labdákat, nyeri a párharcokat. Vannak olyan kreatív játékosai, gondolok itt például Bowenre, Benrahmára, akik a melót is bele tudják rakni a játékba, és ezek mostanában nagyon fontosak, hogy olyan játékosok legyenek, akik a labdával és labda nélkül is oda tudják tenni magukat. Itt egy dologon múlik igazából, hogy a West Ham meddig tudja vinni, egyébként nem annyira jók, mint amit itt a tabella mutat, tehát negyedik helyre én szerintem nem fognak odaérni, főleg, hogyha mondjuk Antonio megsérül. És ő azért hajlamos arra, hogy megsérüljön, mögötte viszont nincsen konkrétan semmilyen alternatív, amióta Aller elment januárban. Thomas Soucheket is érdemes kiemelni, aki ez az egyik legjobb igazolásának tűnik a Premier League-ben. Nagyon-nagyon fontos játékos ennek a West Hamnek. Jól nyúltak bele, az egészen egyértelmű. Hát, ha Aller már szóba került, vele nem biztos, hogy akkor a bizniszt húztak. De igen, az egy kevésbé. De ezek szerint azért nem akar azt mondani, hogy vaktyúk is talál, mert nem erről van szó, mert azért voltak jó húzásai West Hamnek. Az érdekes, de... ugye, hogy az elmúlt években a West Ham igazolásain így röhögtünk, hogy igazoltak drágán valakit, aki aztán szar volt. Most meg nyáron ugye nem volt szinte semmi pénzük igazolni, és gyakorlatilag minden bejött. Ugye elhozták Cofált szintén ugye a Slavia Prahától, zseniálisan jó igazolás lett, alig 5 milliót fizettek érte, és Soucek kölcsönben volt egy fél évet, most ugye őt véglegesítették, és a posztján az egyik legjobb az egész Premier League-ben. Nagyon furcsa játékos, mert nem csinál semmit a labdával. Tehát ha rápasszolod, ő elpasszolgat oldalra hátra, de ugye a labdát nem jutatja előre, de nagyon jó labdaszerzésben, és jól ér oda az ellenfél 16-osán belőle. Nagyon gólerős, nyeri a párharcait, és hát nem szabad elfeledkezni Craig Dawsonról, aki így a kieső Watfordból is lefelé lógott le, de hogy most belerakta ebbe a rendszerbe, ami jól működik, egyszerűen egy jó védőnek tűnik. Úgyhogy gyakorlatilag minden ült, amit a West Ham meghúzott ezen az elmúlt nyáron, a januári átigazolási időszakban, és ahogy lehetett, azt megtették, úgyhogy szerintem ez egy teljesen jó piaci helyzet. Ami kellemetlen lehet, az a West Hamnak a keretmélysége. Nagyjából 20 játékost játszott egyébként Moyes, hogy ez azért ebbe a szűk, és mondjam, versenynaptárban azért ez kipukkadhat a végére, nem? De nekik nincsenek más meccseik. Tehát a Leicester példája mutatja, hogy ez elegendő lehet. Most egy kicsit sűrűbb a versenynaptár alapvetően, mint mondjuk volt akkor persze, az, hogy kicsit összetolódott az egész évad, de egyébként meg a West Hamnek nagyon mással nem kell foglalkozni, úgyhogy ezt végig lehet csinálni. Azt nem mondom, hogy BL helybe fog kapaszkodni a West Ham, de hogy ott lehet a környékén 5.-6. pozícióban a szezon végén, az sima ügy. Ami viszont para lehet a West Ham kapcsán, ugye Fabianski sérülése után Randolph is megsérült. És most mondjuk nem baj. Jó, de hogy most két kapus lehetőséget van bevetni, ugye van a David Martin, aki 35 éves, tavaly 5 mérkőzése volt, vagy bajon van egy saját nevelési Nathan Trott nevű játékos, 22 éves, még nem játszott a Premier League-ben, ugye a Ligon felnőtt mérkőzése van, meg Premier League 2 mérkőzése. Másért nem védett rosszul az előző szezonban, amikor lehetőséget kapott. Tehát úgy érzitek, hogy ő lesz a befutó itt kapus poszton? Ezt ők látják, mondjuk, hogy az edző semmi munkát végeznek. Az biztos, hogy Martin felé nagyobb lett pont amiatt, amit Piti is emleget a bizalom, de ki tudja, tehát egyikünk sem látta Trottot védeni, bármit tudjunk róla mondani. Ha ő olyan bravúrokat mutat be az edzéseken, hogy így, akkor lehet, hogy azt fogja mondani majd, hogy betesszük, de azért ha pénzt kéne tenni most itt hirtelen tényleg látatlanban, akkor én is Martin mondanám. Ezen bukhatnak egyébként nagyon komoly pozíciók, vagy akár a Leeds-elleni mérkőzést? Hát nézzétek meg a Leverkusennek a példáját a német bajnokságban, ahol szerencsétlen Niklas Lom végre megkapta a lehetőséget, hogy nem tudom hány évnyi kispadkoptatás meg kölcsönjáték után bekerüljön a kezdőbe, két akkora potyát mutatott be egymás után, Európa Liga kiesés meg lehet, hogy itt BL indulás, amit buknak rajta, úgyhogy igen, ilyen apróságokon sajnos nagyon sok múlhat. A Liceiken az utóbbi időben gondokkal küzdik, főleg a labdakihozataloknál, hogyha bárki lepresszingeli őket, sajnos a védők nem sikeresek a labdakihozatalokban. Viszont a West Ham, az nem egy ilyen presszingelős csapat. Lehet, hogy emiatt változtat egyébként Moyes? Vagy marad a saját taktikájánál, és meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Nem fog változtatni. Kutyának új trükköket. Nem fog változtatni. De ez is érdekes, hogy a Leeds-et könnyű lepresszingelni, ők
Azért hajlamosok sokszor hibázni, mert nagyon gyorsan oldanak meg mindent. Volt például a Southampton legutóbbi mérkőzésük, ami hát szintén az egyik legagresszívabb pressing elő csapat a Premier League-ben, és ott ezt a 3-3-1-3-as felállást alkalmazta a Leeds, amit akkor szokott elővenni egyébként Bielsa, amikor az ellenfél két csatárral játszik, mert nála az az alapelv, hogy egyel kevesebb támadóm legyen, mint ahány védője van az ellenfélnek, és egyel több védőm, ahány támadóval ők játszanak. Csak ezzel a felállással, meg a pálya közepét nehéz uralni, és nagyon gyorsan kell játszani, és gyorsan kell cserélgetni a pozíciókat. Ugye ebből alakulhat az, hogy nagyon alacsony százalékkal passzoltak, viszont ha gyorsan fel tudtak érni az ellenfél kapujáig, akkor abból meg nagyon nagy helyzetek lettek, tehát ez egy ilyen kicsit kétélű dolog. Itt visszatért ugye Diego Llorente is a csapatban az elmúlt néhány fordulóban. Mégsem látszik ebben egy szignifikáns javulás, pedig ő pont azért lett igazolva, hogy ezeket a helyzeteket meg tudja oldani. Oké, de egy ekkora kiegyens után most tényleg itt a szezon, azt nem mondom még, hogy hajrájára, de így bevetni őt hirtelen és azt várni, hogy akkor egyik pillanatra a másikra a világhoz is teljesítményt fog nyújtani, azért az szerintem irreális. Gondoljunk egy kicsit a csatárposzton is, ugye Bamford, aki fantasztikus szezont fut, és nagyon könnyen ugrotta meg itt a Championship és a Premier League közötti szintet. El tudjátok képzelni, hogy befocizza magát az LB keretbe, az angol válogatottba? Úgyhogy azért ismerjük, hogy milyen riválisai lehetnek. Itt azért Kane, Calvert-Lewin, Ings minimum előtte van, valószínűleg Abraham is itt. Azért azt gondolnám, hogy ha csak nem lesz itt dögrovás tényleg a center poszton a válogatottban, akkor azért neki nagyon ez nem lesz köze. Igen, főleg úgy, hogy Southgate lehet, hogy két centernél többet nem is fog elvinni, azért ott mögöttük elég nagy sor van, kik kerülhetnének be a válogatottba. Bamfordnak nagyon jó szezonja van, tényleg nem csak megugrotta a lécet, hanem túlszárnyalta magát a Championship-hoz képest, azért ott mi is beszéltünk már róla, nagyon sokat kritizálták az ő helyzet kihasználása miatt. Ezzel most nincsen gond, miközben egyébként átlagban 4 lövése van meccsenként a Premier League-ben. Nagyon jól alkalmazkodott, jól illik hozzá ez a rendszer. Azért az angol válogatottban minimum 2, de inkább 3 játékos előtte van szerintem ezen a poszton a rangsorban. Nem, Bamfordban az a szép, hogy ő már azért ugye kvázi idézőjelben égett meg a Premier League-ben, úgyhogy hasonlóan komoly elvárásokat támasztottak vele szemben. Egy jó Championship szezon után most úgy tűnik, hogy azért csak sikerül magára találni, hát lehet, hogy olyan későn érő típus. Folytassuk a spanyol focival, Atletico Madrid, Real Madrid, csúcsrangadó lesz igazából madridi derbi. Hát kérdezhetném úgy is, hogy melyik csapat van rosszabb formában, melyik az éppen jobb formában lévő csapat. Most mind a két gárda egy kicsit egy hullámvölgyöt él meg. Hát múlt héten ugye beszéltük az Atletico kapcsán, hogy ez a Villarreal, Real Madrid kettős mérkőzés egymás után, ez gyakorlatilag dönthet a szezonjukról. Na most ők megverték a Villarrealt, de ugyanez igaz volt mondjuk a Real Madridra és a Real Sociedadra, meg most az Atletico elleni meccsre, de a Real Madrid nem tudta megvenni a Real Sociedadot, tehát ilyen szempontból az Atletico van jobb helyzetben. Nem játszottak egyébként jól a Villarreal ellen, de ennek ellenére valahogy behúzták azt a meccset, és nekik szerintem pont ez kellett, hogy vérrel verítékkel is, de valahogy ezt a 3 pontot megszerezzék, hogy meglegyen legalább az a magabiztos előnyük a Real Madrid előtt, ezelőtt a meccs előtt, mert itt most nyugodtan játszhatnak arra, és hogy nekik nem muszáj nyerni. Nyugodtan be lehet tolni a buszt, aminek persze meg lehet a hátránya, hogy megvolt ennek a hátránya mondjuk a Chelsea elleni BL meccsen is, ahol nem volt rossz, amit Simone kitalált ezzel a 6-3-1-el, ügyelve arra, hogy a Chelsea-nek a szárnyvédőjéről ne legyen sok terület, csak igazából támadásokat nem tudtak vezetni belőle, és amit Mourinho kapcsán is elmondtunk sokszor, hogyha erre rendezkedsz be, akkor gyakorlatilag egy hiba elég ahhoz, hogy megszívd, és ők megszívták ott. Itt a Real Madrid ellen ez lesz az érdekes, hogy milyen felfogással, milyen taktikával és milyen felállással fog felállni Diego Simeone, mert a Real Madrid elleni első meccsen meg pont kijött ennek a 3-5-2-nek is a gyengesége, Kroosznak a forgatásaival, egyik szélről a másikra meg tudták őket bontani, más kérdés, hogy amikor ott váltottak 4-4-2-re, akkor sem néztek ki jobban, úgyhogy ez egy nagyon érdekes párhasz lesz ebből a szempontból is. Itt egyébként, ha a bajnoki címre akarjuk kielezni a dolgot, akkor itt két másik meccset érdemes szerintem még kiemelni. Egyrészt ugye lejátsza jövő héten, hogyha minden igaz, a Bilbao elleni elmaradt meccsét az Atletico bajnokságból, hogy nyilván egy fokkal közelebb kerülünk már itt az igazsághoz, és esetleg a Chelsea tényleg kicsapja őket a BL-ből, akkor meg szerintem senki nem fogja megállítani őket a bajnokságban. Azért azt látszik, hogy a Simeone féle Atletico hát nem nagyon tudta feldolgozni Trippiernek a hiánypótlását, Rosszájkol nem nagyon tudott élni mondta volna bárki, mekkorát rövünk, hogyha valaki ezt akkor mondja, amikor Trippiert leigazolták. De azért akkor is sokan mereztették már a szemüket, hogy pedig akkor Trippier egy jó VB után volt egyébként. Úgyhogy kalaplengetés innen is neki. És még ugye van egy pár mérkőzés, amit Pit is emlegetett, hogy probléma volt az első találkozón a Real Madrid ellen, az addig nagyon szárnyal az Atletico, hogy nem tudta eljutatni Suárezhez a labdát. Felmerül a kérdés, hogy érdemes lenne esetleg most egy Musa Dembélét bedobni, akár Joao Félix, akár Correa, akár Jorente. Érdemes lenne, csak nem ezt a Musa Dembélét, hanem a másikat annak idején, aki a középpályán játszott, mert ő tudna ebben segíteni.
Musza Dembélét, már mint ő Musza Dembélét, aki most az Atletico-nál van, én még ne rörgetek nagyot, még a skót bajnokságban láttam, meg volt bal szerencsém többet közvetíteni, de ő ott egy kifejezetten jó befejező csatárnak tűnt. Tehát nem gondolnám ez alapján, hogy neki feltétlenül ebben lenne haszna az Atletico játékerőt, inkább Suáreznek a cseréjeként tudnám hosszú távon elképzelni. João Félixet kicsit vegyük elő. Tudom, hogy a Lieblinged neked. Miért vegyük elő? Most lőtt egy fontos gólt. Igen, egy fontos gólt lőtt, de a gól utáni történések azért furcsák voltak. Ugye Lodinak kiabált oda a kispadra, hát így szitkozódva elég csúnyán. És hogy ez a dű, ami benne van, ez frusztrációból fakad, vagy csak nagyon be akartam mutatni, vagy lehet, hogy Lodi így próbálta őt egy kicsit, hogy is mondjam, motiválni, hogy na most a szedd össze magad kisgyerek, tehát hogy... Ha valakiben lehet frusztráció, még úgy is, hogy azért most már sokkal jobb szezonja van, mint amilyen a tavalyi volt, meg azért sokkal közelebb áll az, hogy valóban elmondjuk azt, hogy tényleg beilleszkedett, meg azért most már fontos játékosnak nevezhető tényleg az Atlétikóban, de azért ahhoz a hype-hoz nem nőtt fel, amit nem is biztos egyébként, hogy Spanyolországban, hanem Portugáliában támasztottak vele szemben. Tehát otthon gyakorlatilag elmondták, hogy pláne egy Benficából érkező kis csávó, új Ronaldo kész, következő meg a gigasztár, ehhez képest nyilván ő is érzi, hogy kevés, amit csinál, de közben meg egyáltalán nem rossz játékos ő, meg nem, tehát ahhoz képest, hogy mennyi idős ő elől tart, más kérdés, hogy nagyobb volt azért itt neki a füstjét az előző években. Szerintem João Félixen ez egy ilyen faramúci helyzet, mert az alapján kell őt megítélni, ahol játszik. Most ő elment az Atlético Madridba, és azt lehetett érezni, hogy az ő játék stílusához nem feltétlenül ez a csapat élik a legjobban, ahhoz képest meg szerintem remekül játszik, él a lehetőséggel, gólpasszokat ad, helyzeteket alakít ki, alkalmattán még volt is lő, csak érdemes abba belegondolni, hogy mennyivel jobban néz neki egy ilyen típusú játékos egy Manchester Cityben, ahol nem 40, hanem 80 labdarúgó. Most a Cityben mindenki miért nem tudtál egy rendes londoni csapatot mondani? Tehát ezt is figyelembe kell venni, azért ő jóval kevésbé van játékban, mint mondjuk egy ekte domináns csapat. Na, jól tudom, az Atlético Madrid is azért ebben a szezonban némileg változtatott a játékstílusán, és azért az meglátszódott João Félix teljesítmény is pozitív irányban, de ez mégiscsak egy más dolog, és szerintem azt a mostani helyzetéből a maximumot azért nagyjából kihozza. Nézzétek meg a portugál vállalatotban egyébként bármelyik mérkőzésen, amikor lehetőséget kap. Nyilván azért az se a legtámadóbb szellemi csapat, de amikor olyan napjuk van, akkor azért ott elő tudnak szép dolgokat csinálni, más játszótársakkal azért az is. Milyen brutál kerete vannak a portugál vállalatok, és úgy fogják csalni a focit az elmény, ez a legcsúnyább az egészben, igen. Térjünk rá a Real Madridra is egy kicsit. Ugye az elmúlt forduló vesztese egyértelműen a Real Madrid volt, hiszen az Atletico és a Barcelona is nyert, és ugye egymás ellen rangadót játszottak az első hat pozícióba. Ezt most vissza lehet hozni egyébként, és de hogyha nem sikerül nyerni az Atletico ellen, akkor itt a Real Madrid végleg lemondhat a bajnoki címről? Többé-kevésbé igen. Szerintem igen. De én nagyon szurkolok nekik, mert Zidane sikerének én nagyon nagy rajongója vagyok, és remélem, hogy marad a Real Madrid edzője. Nagyon sokáig maradjon, mert hát akkor ő de gond marad Londonban, úgyhogy hajrá Real Madrid! Jó, ami furcsaság volt az a Real Sociedad, amit ki is emeltünk az előző adásunkban, az, hogy Lucas Vázquez lehet, aki mondjuk a jobb hátít posztot fogja betölteni. Nos, hát Odriozola pont felépült volna, és nem ő kezdett, hanem Lucas Vázquez. És mi történt? Leszette olyan zavált a pályáról, és még támadásban is kifejezetten jó volt. Majdnem, hogy a mező legjobb volt, talán Kroos volt, aki jobb volt nála. Ez mennyiben az ő dicsérete, és mennyiben olyan zavált kritikája? Szerintem is. Jól játszott egyébként Vázquez. Azt kell, hogy mondjam. Ez egy kicsit méltatlanul szoktad őt kritizálni, amikor Vázquez? Hát én? Játszik. Soha nem volt annyira rossz ezen a poszton, mint ahogy néha előadtad. Szerintem egy jó ilyen utility player lett belőle, akit beteszel nagyjából bárhova, és eljátsza azt a posztot. Egy nagyon mély szakmai megjegyzés, pont a napokban sikerült kihúznom egy Lucas Vázquez Team of the Week kártyát, amiben jobb hátvéd, azt hiszem 63-as védekezéssel. Jó, ez fontos információ volt. Tegyük hozzá, hogy a Real Madridnak azért most nagy szerencsé, hogy visszatérhet Benzema erre a mérkőzésre, és erre nagyon nagy szükség is van, mert Isco hamis 9-esként, hát... Mariano Diaz meg át. Hát Isco hamis 9-esként az Atalantán azért elég jól működött, hogy eleve az Atalanta emberfogásos játékának pont jó volt az, hogy Isco visszamozgott, kimozgatott egy védőt, ugye pont ebből lett Freulernek a kiállítása, ami ugye végül eldöntötte ezt a mérkőzést, mint kiderült, aztán azon lehet vitatkozni, hogy kiállítást érte vagy sem. Igen, hát itt a Sociedad ellen Mariano Diaz, mint hogyha pályán se lett volna, Sugódúra, aki beállt helyére, hát biztos nagyon ügyes srác, nem biztos, hogy rá kéne támaszkodni a Real Madridnak, de hát a legnagyobb kritika az elmúlt hetekben Benzema hiányában mégiscsak az, hogy Casemiro a legveszélyesebb játékos ennek a csapatnak, de hát a Real ellen, a Sociedad ellen is egy
6 lövése volt összesen. Még úgy is, hogy egy ideig Zidane hátra vezényelte harmadik belső védőnek, az egyébként valami egészen borzasztó húzás volt. Nem éreztem indokoltnak sem, és amint ezt megtette, rögtön kaptak is egy gólt, miközben úgy mozogtak a játékosok, mint hogy mindig 4 védővel játszanak, úgy tolódtak befelé a szélső hátvédek, tehát ez egy borzasztó taktikai húzás volt, és örülhettek, hogy megmentettek ennek ellen egy pontot a végén, egyébként megérdemelten. És akkor most irány Olaszország, kezdjük a Juventus-Láció találkozóval. És a Juventus az elmúlt 6 tét mérkőzéséből mindössze 2 tudott megnyerni. Nyilván a legkellemetlenebb az a Bajnok Ligája vereség, de itt a Verona utáni meccs után az újságírók interjú közben azért pilótól kérdeztek posztokat, hogy mit, hogy játékosokat, és rá nem valló módon rendkívül ingerülten válaszolt ezekre a kérdésekre. Érződik a frusztráció? Van miért. Tehát hát nem tudom, hogy Pirlónak mik voltak az elképzelése, vagy mit várt reálisan ettől a szezontól. Azt mindenki tudta, hogy ez egy korai vállalás azért az ő részéről, egy korai húzás a Juventus részéről is, és ebben benne lehetnek bőven az ilyen mérkőzések. Feltétlenül veszve még semmi sincsen, de azért mégis érezzük, hogy az utóbbi években folyamatosan repedezett mondjuk itt a Juventusnak ez az egyed uralma az olasz bajnokságban, de valahogy azért mindig megoldották, és ez meg nem újdonság senkinek, hogy most állunk a legközelebb ahhoz, hogy ez valóban megtörjön, és ez lesz a legfájdalmasabb itt Pirlo számára, hogyha ez vele fog megtörténni, és szerintem azért érzi, hogy ez tényleg egyre közelebb van a csapat, és nem nagyon van válasza szerintem azokra a kérdésekre, amiket támasztottak vele szemben, még úgy is, hogy azért voltak jó húzásai neki mostanában, mondjuk itt az Inter elleni kupapárharc például, ami ebből a szempontból említhető, de azért tehát ő is érzi, hogy ez kevés. Jó lesz az Amazonnak a dokumentum sorozata a Juventus mostani szezonjáról. Ennyit szeretnék mondani ezzel kapcsolatban. Én még csak még ide egy gondolatot, hogy Pirlo volt az, aki meghozta a bajnoki címeket, és lehet, hogy Pirlo az, aki el is veszíti a bajnoki címeket, ugye csak már más pozíció. Lezárul a kör. Igen, csak ez közben meg, hogy mondjam, tehát, hogy mennyiben az ő felelőssége, és mennyiben az, aki kinevezte, ez lesz ennek a szezonnak a nagy kérdése. Abszolút. Itt a Speciellen volt egy érdekes húzása egyébként Pirlónak, mégpedig az, hogy a padra ültette Deliktet, és Alexandro játszott baloldali belső védőt. Játszott már ezen a poszton korábban is, de azért mégsem az ő pozíciója. Tehát, hogy ezt miért hozta meg Delikttel? Nem biztos, hogy minden rendben van, vagy csak egy egész egyszerű rotáció. Mondom ezt úgy, hogy nagyjából 1000-valahány perce a játékperce van, tehát nem biztos, hogy rákért az ő rotáció. Annak a felét viszont az elmúlt 2,5 hétben játszott, tulajdonképpen zsinórban Delikt, tehát most azért foglalkoztatva volt az utóbbi hetekben. Meg nem tudom, ha valaki ellen kipróbálhatod, azt gondolom, hogy egy Spéci elleni mérkőzés, amikor egy ilyen dolognak mondjuk köthetsz egy esélyt, hogy akkor ez hogy működik Alexandroval. Még azért a Speciától is látunk ugye már érdekes dolgokat itt az utóbbi hetekben, úgyhogy ez mindig kockázatot rejt magában egy ilyen dolog, de inkább erre gondolnék ebben az esetben. Hogyha nekem meg kéne neveznem, hogy mi a legnagyobb probléma mindig a Juventus-tal, akkor azt mondanám, hogy egyértelműen a középpályán elszórt labdáknak a mennyisége. Ezen nem sikerült javítani szignifikánsan Pirlónak, és igazából teljesen mindegy, hogy milyen variációval állt fel a középpálya, ez rendszeresen jelentkezett, hogy ez rendszer probléma, vagy a játékosokra kell inkább kenni. Igen, hát ezt a hibát azokon a mérkőzéseken sikerült valamennyire kijavítani, amikor egyáltalán nem is törekedtek arra, hogy birtokolják a labdát. De, tehát egy ilyen köztes állapotban van szerintem a Juventus jelenleg is, az a kérdés, hogy akkor adnak-e még időt Pirlónak, hogy ezen tudjon javítani, tud-e egyáltalán javítani rajta. Tudom, nekem ez egy ilyen vegyes felvágottnak tűnik, ami nem mindig finom. Viszont Ronaldo kapcsán is érdekes statisztikára lettem figyelmes, mert például arra, hogy egyre kevesebb labdaérintése van Ronaldónak. Tehát kvázi egyre kevesebb szer tudja eljutatni Ronaldóhoz a labdát a Juventus. És hogy ez mondjuk az előző szezonhoz képest ilyen 5-6 labdaérintés per mérkőzés, viszont a 2 évvel ezelőtti szezonhoz meg inkább 8-9-10 mérkőzésenként. Azért ez nagyon nagy szám 2 éven belül. Most ez is ilyen relatív dolog, mert az, hogy egy csatár, és Ronaldót nem eszhetjük szerintem most csatárnak. Most már mindenképpen persze. Ez nem baj, hogyha egy csatár keveset ér a labdához, lásd Jamie Vardy, akinek gyakorlatilag alig van labdaérintése meccsenként, de azok általában 16-osan belül, általában lövések és általában gólok. Tehát, hogyha ez sikerül megoldani, hogy amikor viszont labdába ér, akkor jó pozícióban tegye meg ezeket, vagy tudjon egyegyezni, vagy közvetlenül kapura tudja vezetni a labdát, akkor ezzel nincsen gond, csak tudjuk, hogy Ronaldo meg nem így működik. Ő nagyon sokat akarja a labdát, és hogyha nem nincs nála elget a labda, akkor ő frusztrált lesz. És oda szabad rugást lőni. Ezt pedig nem kéne. Igen, viszont a Ronaldo helyzet kihasználása továbbra is szenzációs. Beszéljünk a Láció védelméről, mielőtt a Radu kiesett a védelem, mert azért elég ingataggá vált a Láció védelme, és nagyon-nagyon kellemetlen szituációk alakultak ki alkalmaként. Nem tudom, lehet, hogy lassan kell indítani egy ilyen számlalat, hogy hányszor mondjuk az az esély lesz, hogy a Lációnak vékonyan kerekbe. Hát jó, most így a belső védőposzton rendkívül vékonynak tűnik, és akkor még hozzátesz, ami Lazzari is megsérült a legutóbbi mérkőzésen, aki meg szájvédőként az egyik legfontosabb hát, támadásban. Még inkább fog szemben hiányozni egyébként ebből a szempontból, tehát főleg itt, amit az utóbbi hetekben produkált, az alapján abszolút.
Immobile gólja is egy picit elapadtak, a legutóbbi 8 meccsen 3 találata van csak, és a lövéseinek száma is lecsökkent az átlag 4-ről inkább 2-re, de volt olyan, amikor belefutottunk egy meccsbe, valamikor 3-ba. Azért a 3 volt inkább az az átlag. Igen, ugye egy meccse volt ugye pont az Inter, amikor egy lövéssel zárt, a többi mérkőzésen pont ebben a 8 meccses szériában ezért a 3-as átlagot bőven hozta, pont az egy interneli meccs az, ami ezt eléggé lehúzza. Szerintem ezzel nincs gond, tehát 3 lövése csatától meccsenként még mindig jó, azért jó pozícióból is vállalja el ezeket. Itt most egy ilyen rossz periódusban van, legutóbb például a Bologna ellen kiadott egy 11-es, meg kiadott egy ordító nagy helyzetet, következő mérkőzésen majd lehet berúdossa ezeket. A Juventus, ez a következő lenni meccs? Hát ott mondjuk nem biztos, hogy lesz sok helyzet, de az túlvesző mérkőzésen. Oké. Folytassuk az Inter-Atalanta összecsapással is. Az Inter is jó formában van, meg egyébként az Atalanta is jó formában van. Mondom ezt úgy, hogy persze itt volt rá elleni vereség. De hogy mégiscsak jelenleg melyik csapat van szerintetek jobb formában? Hozta a Real meccset azért rettenetesen sajnál. Tehát az, hogy így gázolják el ezt a csapatot. Rahatul nem ezt érdemelt az Atalanta, és még nincs lejátszva a pár, szóval azért arra még érdemes lesz szerintem figyelni arra a visszavágóra is. Még csapat a jobb formában, magához képest. Igen. Az Inter azért nagyon kiegyensúlyozottan hozza most már a meccseit. Legutóbb a Genoát legázolták 3-0-ra, úgyhogy már vezettek az első percbe. Teszem hozzá azt, hogy mióta edzőváltás volt a Genoánál, azóta borzasztó jó a védekezésük, és ebben az évben meg az Internél csak egyetlen ponttal gyűjtöttek kevesebbet. Az Atalanta, vagy a Milán-féle pressing a hatásosabb, és ezt nyilván itt a miláni Inter mérkőzésre akarok itt sugalni, hogy itt ugye simán átrúgdosták a pressinget, és ebből szereztek hát gólt. Abból a kiindulatunk, hogy akkor annál nem lesz nehezebb feltétlenül hatékonyabbnak lenni, meg nyilván az Atalantának eleve a formáció, amit szeret használni Gasperini, lehet, hogy könnyebb alkalmazkodnia ahhoz, amit az Inter játszik, már csak itt azért, mert hasonló rendszereket játszanak. Úgyhogy akkor lehet, hogy ezt a választ jelöljük meg. Hát viszont az Internek meg ott vannak ezek a nagyon kifinomult támadás építési sémája, akár Barella elmozgásaival, a középhátvédek helyezkedéseivel és a szárnyvédők pozíciójának a variálással, amiket viszont nagyon nehéz lekövetni, ugye ebbe bukott bele picit a Milán is, és az Atalantának az emberfogásos védekezést azért nagyon szépen lehet így manipulálni, tehát nem lesz könnyű dolga Gasperiniéknek. Ilicsicsnek a mellőzöttségét, azt értitek? Igazából eddig egyetlen egy olyan bajnoki mérkőzés volt, amikor végigjátszotta a meccset. Csak csereként állt be, vagy ha kezdett, akkor is mindig le lett cserélve. De az a kezdeget, mert tehát ő játszik, figyelj, tehát a lehető legrosszabb időszakban tűnt elő tulajdonképpen itt a szezont megelőzően, vagy itt a nyár folyamán, az előző szezon végén, aminek nyilván volt hatása arra, hogy milyen lett neki a felkészülése erre a szezonra, az beszédes szerintem ebből a szempontból, hogy nem játszik végig mérkőzéseket. Tehát azért játszik, a teljesítménye sem ugyanilyen, tehát nyilván őrült számokat hozott az előző szezonban, tehát ahhoz is nehéz felnőni, és azt sem szabad elfelejteni, azért most már elmúlt ő is 33, fiatalabb nem valószínű, hogy lesz, úgyhogy ez sok dolog így összeadódik, nem kell őt még szerintem leírni, azért ő hasznos játékos ennek az Atalantának. Erről beszélt Gasperini is, hogyha Ilicsics mondjuk 25%-kal kevesebbet tud nyújtani, mint amit elvárna tőle, akkor nem fog játszani, vagy nem fog végigjátszani mérkőzéseket. A másik kérdés az, hogy Ilicsics mondjuk ezt hogyan viseli, mert azért azt láthattuk, hogy amikor a Real Madrid ellen lecserélte őt Gasperini, akkor azért volt köztük egy kis szóváltás, aztán hogy az öltözőben ezt követte ismét valami más is, azt nem tudom, de... Felíte paput. De ez nem biztos, hogy megint egy ilyen egészséges környezet, ami az Atalantánál van. Az eredményeken viszont egyelőre nem igazán látszik meg. Viszont Zapata sérülése azért meglátszódhat az eredményeken. Azért ő nagyon fontos játékosa ennek a csapatnak, még hogyha Muriel a házigor király, akkor is. Hát biztosan, de hát így szinte biztos, hogy Ilicsics is megjátszani fog Muriellel csatárként. Muriel is egy nagyon érdekes játékos, és róla már beszéltünk, hogy a kvázi csodacsere, hogy az egész széria mezőnyben neki a legjobb a gól átlaga. 14 gólja van már a bajnokságban, egyébként kevesebb, mint 900 lejátszott perce van. Tehát a várható mutató is, hogy gólok és gólpasszok együtt, az várhatóan 2 meccsenként. Nyilván ez pont a kis minta miatt van, és az, hogy csereként ennyire hatékony, viszont az elmúlt hetekben, amikor már kezdőként lépett pályára, akkor is szórta a gólokat, hát ő azért alapvetően egy nagyon jó csatár minden körülmények között, csak hát neki pont ez a szerep jutott nagyon sokáig, hogy ő volt a beugró meccsek végén. Ami viszont érdekes az Inter szempontjából, hogy kezd így fixálódni a középpálya, és ebben egyáltalán nem szerepel Vidal, hanem sokkal inkább Eriksen, aki fixi érdekesebben. Ez az érdekes, ezt, ha csak egy hónappal ezelőtt is mondott, se hiszem, hogy bárki azt mondta volna, hogy ezt látja, hogy ez be fog következni. Tehát annyira a peremen volt már Eriksen, nem tudom, hogy az a szabadrugásból pennyit tette ezt hozzá ott az olasz kupában, annak biztos, is hogy kellett, hogy legyen svungja. Úgyhogy elkezdte használni Conte, és én nagyon örülök neki egyébként, mert Eriksen azért onnan sokkal többet érdemel, mint amit eddig az Internél tudott. Vidalnak gyakorlatilag
emberhátrány volt a legtöbb mérkőzésen. Csak a sárgákat gyűjtögette, így azt vette részt a statisztikákban, hogy a sárgalapok gyűlnek a neve mellett. De Eriksen ebben a baloldali 8-as pozícióban viszont nagyon jó, és nekem például a Milan-elleni meccsen nem is azt tetszett, amit a labdával művelt, hanem hogy amikor labda nélkül neki ki kellett lépegetnie mondjuk Calabriára, akkor milyen szépen zárta például maga mögött a passzsávokat, mennyire fegyelmezetten tudta tartani a pozícióját, és valószínűleg pont ez a része a játékának, amin Conte változtatni akart, vagy fejleszteni akart, és most már tudja ezt hozni, és ennek köszönhetően egyszerűen meglett a hely a csapatban, és ez a középpályás hármas Brozovic-sal és a csodálatos Barellával, meg gyakorlatilag fenomenális, és hát emiatt is fogják megnyerni a bajnokságot. Ami még fixálódni látszik, az a baloldali szárnyvédő pozíciója Perisiccsel. Tehát, hogy befociszta magát oda, és egyébként nem is teljesít rosszul. Figyelj, ha dominálnia kell az Internek, meg menni akarnak előre, akkor biztos, hogy ő a legjobb megoldás. Ashley Youngot még mindig nem nagyon értem, hogy vagy miért gondoltak onta, hogy ő hosszú távon majd jó lehet. Én azt hittem egyébként, hogy Darmiannak lehet majd esetleg komolyabb szerepe ezen az oldalon majd, mert ugye azért egy olyan játékos, akit mind a két szélen be lehet vetni, és hogyha komolyabb védekezési feladatokat kell megoldani, akkor Ashley Youngnál mindenképpen többet láttam volna benne, meg védekezésben alapvetően Perisicnél is, csak nem feltétlenül erre van ott szükség szerintem Conténál. Folytassuk a Bayern München Dortmund találkozó, és a Bayern már 21 mérkőzése a hazai pályán veretlen, fontos. Mert ugye ezt nehogy, hogy összekeverjük itt a City rekordokkal. Most meg az győzelmi sorozat. Igen, tehát pont a Dortmund lesz, aki most beleköp ebbe a levesbe? Ezt nem látom jönni feltétlenül. Bár figyelj, tehát most továbbítottak a kupában is a Gladbach ellen. Terzics azért valamit kezd kapizsgálni, vagy kezd rátalálni szerintem a Dortmundnál. Ez a Sevilla elleni meccsen használta először ezt a három belső labda szerzésre, inkább használható középpályása felállított 4-3-3-at, és elkezdett működni a csapat, úgyhogy ez tűnik most jelen pillanatban itt a nyerőformulának náluk. Azt nem gondolnám, hogy a Bayern-t meg tudják verni, de talán nem kapnak ki most éppen 5 góllal, mint ahogy szoktak. Hát pedig a Bayernnek a védekezését elnézve azért még ez is benne van egy jó Hollandal és egy 2021-ben már a tavalyi önmagát hozó Jadon Sancho-val. Ez egy érdekes meccs, ez már most tényleg a hullámnak a tetején ül a Dortmund. Jó, hozzá kell tenni, hogy a bajnokságban a már biztos kiesés elkét, meg a kiesés ellen küzdött Bielefeldet tudták legyőzni maga biztosan, ami talán kötelező volt, de nem is jó formában vannak, aztán ki tudja, lehet, hogy két mérkőzés múlva megint krízisről beszélünk a Dortmund kapcsán, az egész szezon gyakorlatilag erről szól. Azért lehet érdekes ez a kupa mérkőzés a Gladbach ellen, mert a Gladbachnál kinyilatkoztatták, hogy ha kiesnek a Dortmund ellen, akkor Rose mehet. Az azt jelenti, hogy Rose már jön is Dortmundba, vagy azt nyilatkoztatta ezt ki? Ezt is sajtóinforma, kikkel olvastam. Nekem nem dereng, mert csak azért, mert ugye aztán több interjú volt viszont Max Eberlel, ugye a Gladbach sportigazgatójával, aki meg azt mondta, hogy nem, Rose-re kitartanak, és ő nem is érti ezt az egészet, hogy egyáltalán miért gondolnak, vagy mondanak ilyeneket az emberek, és hogy nyilván egyébként is, amilyen munkát ő végzett, egy ilyen hullámvölgy, vagy egy ilyen sztori miatt azért ennél biztos, hogy több bizalmat érdemel, meg a játékosok is alapvetően mellette vannak. Nagyon hülye történet ez az egész. A Gladbachnál nem értem, hogy nem készültek egyébként erre fel, mert ez annyira várató volt, meg annyira benne volt, tehát már a szezon előtt mindenki azt mondta, hogy Rose lesz, majd Lucien Favre utódja, csak az a kérdés, hogy mikor már arról is szó volt, hogy esetleg nyáron, tehát az, hogy erre nem készültek fel, hogy ez beütett szezon közben, és hogy aztán be is jelentették. Ezt kicsit furcsálom, azért, mert egyébként meg a Gladbachnál rendszer szinten nagyon jó munkát végeznek nagyon hosszú évek óta most már. A Gladbach vezetőségében szerintem sem erült fel ennek a lehetőség, hogy Rose-t szezon közben menesztenék, semmi értelme nem lenne egyébként. Viszont ez a kívülről jövő nyomás, meg a negatív hangulat azért befolyásolhatja az eredményeket. Most például pont a Dortmund elleni kiesés után ugye René Maricot támadták be elég sokan, mert hát mosolygott a kiesés után, és úristen, hát már biztos azért, mert majd a következő csapata nyert, és hát igazából nekik szurkolt. Menjetek már francba. Itt a Dortmund kapujában is egyébként változás történt. Bürki kikerült, és most már húzamosabb ideje Hitzvéd. Jobb lett ettől a Dortmund kapu környéki játéka? Bürkinek volt gond a formája, hogy egy alapvető sérülés miatt került ki a csapatból. Hitz meg nem rossz kapus. Egy rossz formában lévő Bürkinél lehet, hogy jobb kapus. Ez ilyen, kicsit ilyen szerencsés egybeesés talán a Dortmundnál. Nem tudom, hogyha már tényleg 100%-os állapotban lesz Bürki, akkor mi lesz a helyzet. Majd ez lesz egy érdekes kérdés még itt. A másik oldalon is van egy érdekes kérdés, Musiala szerepe, aki hát most így rövid távon lehet, hogy kiszorított a Müllert a csapatból. Ez tartott eddig a mérkőzésig? Hát a korona szorított azért ki alapvetően inkább szerintem a csapatból. Musiala nem rossz, meg nyilván eléggé körbe van nyalogatva, vagy kijelentett, hogy már pedig akkor ő német válogatott szeretne lenni, úgyhogy ez még,
nem tudom, majd itt a prémiumokat lehet, hogy sikerült még feljebb tornásznia magának, vagy a mezeladásokat, vagy nem tudom, de az biztos, hogy ő egy tök ígéretes játékos, az, hogy egy Dortmund elleni meccsen kezdő legyen a Bayernben, azt, ha nincsen kényszerhelyzet, azért még erősnek érezném, de az biztos, hogy ott van a közelén annak, hogy ő egyre stabilabban ott lásson a csapatban. Ami viszont nekem furcsa, ez a Choupo-Moting erőltetése még mindig, és most már jó, akkor nem középen, akkor megpróbáljuk bal szélen játszatni. Hát jobb, de nem sokkal, tehát, hogy... Gólt lőtt. Jó, hát oké. Okay. A futball, lényege a gól. A játék sava borsa létszik. Gólt lőtt, de rosszul játszott. Tehát úgy is lehet gólt lenni valaki. Jó, itt azért előteljes létszámgondok vannak, tehát most nem tudom melyik meccs volt, már azt hiszem 6 cseréje volt a Bayernnek mindössze a kispadon, tehát hogy nem állnak jól ebből a szempontból sem. Őket most azért megrostált egy kicsit, és ehhez képest még mindig így tartják magukat. Tehát de így már, hogy visszatér Müller, visszatér Gnabry is, van Musiala, van már Goretzka, azért jobban fognak kinézni a következő hetekben. És a jobb hát itt Boston Züle játszik az utóbbi időben, jobbnak tűnik, mint Pavard. Nem emelted el nagyon magasra. Bayern szinte meg aztán végképp nem. És volt már erre próbálkozás Zülével kapcsolatban a korábbiakban is. A kényszer hozta, de igen, ez azért inkább Pavard kritik. Pavard meg szegény Bunaszár kritikája, hogy ezt ebben látja a megoldást. Én úgy mondanám, hogy Züle kevésbé ártalmas a jobb oldalon, mint közép, hogy szegénynek van, egészen föltelmes szezonja van. Tehát hibát hibára halmozt, tényleg szörnyű. Na és még mielőtt elbúcsúznánk, nagyon sokan kértétek, hogy hozzuk vissza a szivatométert erre a szezonra is, és hát beadjuk a derekunkat, egy kicsit másféleképpen fog szólni ez a rendszer, mégpedig úgy, hogy én felteszek aktuális kérdést, amik a szezon végezetére fognak vonatkozni minden egyes adásban, és mindenkinek felírjuk a választ, tehát igazából az eredmény csak a szezon záró adásunknál fog kiderülni, és a mai kérdésem pedig így hangzik, hogy a Borussia Dortmund a Bajnokok Ligája pozícióba fog-e végezni a bajnokságban. Tehát nem BL-t nyer, a bajnokságban BL pozícióban fog végezni. Ez a kérdésem. Igen. Nem. Szerintem is igen. És itt nagyon nagy kérdésünk is lenne felétek, hogy milyen szivatással készüljünk egymásnak. Tehát mi legyen a szivatása a vesztesnek, erre nagyon kíváncsiak vagyunk. És nagyon nagy hibát követtünk el lehet. Én biztos, már egy pár regisztrációt megejtettem, biztos, ami biztos, úgyhogy... Biztos, hogy nagyon kreatívak vagytok, és nagyon jó kommenteket fogtok írni, úgyhogy figyelni fogjuk ezeket is. Érdemes feliratkozni a csatornánkra, már csak azért is, mert lesz a jövő hét hétfőn dupla szűrőnk is, a héten még lesz Rázókő magazinunk is. További szép estét mindenkinek, sziasztok! Pá, pá.